Mon Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. Ha extrudált kenyér, akkor abonett. De honnan jött ez a név? Miért tűnt el a kínálatból a négercsók? Hogyan zajlott a generációváltás, amikor a tulajdonos két fia vette át a cég irányítását? Többek között ezeket is megkérdezzük Szebeni Zoltántól, az Abonett ügyvezető igazgatójától. A piacvezető Abonett termékcsaládot gyártó Abonett Kft. Elődjét, az Abonyi Újvilág Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szövetkezetet 1949-ben alapították. Így ma már 70 éves múltra tekint vissza a magyar kézben lévő családi cég. Az idők során a klasszikus növénytermesztési és állattenyésztési profil fokozatosan kezdett a háttérbe szorulni. A párhuzamosan kibontakozó, majd egyre sikeresebbé váló élelmiszeripari üzletág mellett, amely olyan dezipari termékeket gyártott, mint például a nagy népszerűségnek örvendő négercsók. A cég termékei közül a legismertebb az Abonett extrudált kenyércsalád, 1986 óta van jelen az élelmiszerüzletek polcain. Az Abonett Kft. 2014-ben jött létre az Újvilág Szövetkezet jogutódjaként. A céget Szebeni Zoltán alapította és vezette, aki ezt megelőzően a szövetkezet elnöke volt, és évtizedek óta irányította az Abonett előállítását. A családi vállalat operatív vezetését 2018 elejétől az alapító két fia, Zoltán és Ákos vette át. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! A mai vendégünk egy olyan cégnek a vezetője, aminek a termékeit nagyjából mindenki ismeri az országban. Nem csak azért, mert már a cég elődje közel 70 éves múltra tekint vissza, de tényleg egy olyan terméket gyártanak, amit nagyjából mindenki fogyasztott már. Ez az Abonett. Az ügyvezetőjét hívtuk meg ma vendégül, Szebeni Zoltánt, aki édesapja nevét viseli, de nem ő az alapító tulajdonos, ő nem olyan rég néhány éve vette testvérével a vezetését ennek a cégnek. Köszöntünk a műsorban. Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. És arra kérlek, hogy mesélj nekünk a cég régmúltjáról, mert hogy tényleg ez a 70 év, ez elég hosszú időszak. Milyen anekdotákat, sztorikat hallottál édesapától? Hogy emlékszel a cégre esetleg gyerekkorodból? Jártál ebben a gyártósorok között a rollereddel? Ezt még nem kérdezte egyébként senki, és pont azon gondolkoztam, itt amikor beszélgettünk már a felvezetés között, milyen emlékeim vannak nekem gyerekkoromból, és azt kell mondjam, hogy mi nagyon sok mindent gyártottunk, még mielőtt az Abonettet elkezdtük gyártani, és egyébként a cég eredetileg egy mezőgazdasági termelő szövetkezet volt. Az Újvilág, azt igen, az Újvilág MGTS, ami az azt jelentette, hogy voltak földjei ennek a cégnek, voltak eszközök, amivel meg tudták művelni, be tudták takarítani a termést, és ez egy 200 fős, 200-300 fő között mozog, ez egy középvállalatnak számítana. Ezt képest most az Abonett egy, az utolsó statisztikai létszám, 48 volt, ha jól emlékszem, 2020-ban, tehát egy sokkal kisebb szervezet, és azért is érdekes a kérdés, mert az Abonettet idén gyártjuk 35 éve, tehát 86-ban kezdtük el, és egyrészt ennek lesz egy, a kollégáinkkal egy megemlékezünk erről a következő hetekben, és lesz egy családi napunk, vagy egy ilyen rendezvényünk, és ennek kapcsán is így sokat gondolkodunk a kezdetekről. Van néhány kollégánk, akik már legalább 35 éve ott dolgoznak, pont rájuk is számítunk, pont gyűjtjük ezeket a sztorikat. Egyébként nagyon nehéz ezeket összegyűjteni, mert mindenki azt gondolja, hogy ez a 35 év, hogy elröppent, hogy biztos nincsenek ilyen sztorik, de vannak egyébként, például régen zárszámadásnak hívták azt az eseményt, amit most nem is tudom, hogy hívnánk, ilyen family day-nek, vagy kick-off meeting-nek, vagy team building-nek. Ez régen a TSS időkben zárszámadásnak hívták, ami azt jelentette, hogy évvégén összeült a tagság, és megünnepelték az adott évet, az eredményeket. Jöttek neves fellépők, humoristák, Kabos László, Demény Rózsi, tehát így ilyen fellépők voltak ezeken, és én nagyon jól éreztem magát, 200 ember, ott azért volt húzása az eseményeknek, szóval ilyen szó, hogy én ezeken nem voltam egyébként gyerekkorom, mindig csak apukám volt, és akkor másnap mindig hallgattuk azért az eseményeket. Ide, a másik de ilyen, nyári szünetben se kellett ott töltened néhány napot? Nem, tehát én, testvérem sem egyébként, tehát nem dolgoztunk ott. Ez érdekes, hogy miért azt
azt majd megkérdezzük. Bementünk néha, és akkor nekem egy nagyon erős vizuális élmény, amikor négercsókot gyártottunk, mert a négercsók ez egy ilyen zászlós hajó, vagy zászlós termék volt pontosabban. Emellett gyártottunk negrolit, bombonettit, tehát csomó gofrit, nagyon sokféle édesipari terméket, és ez van meg. Tehát vannak négercsók reklámok egyébként, megtaláltuk a YouTube-on. Ez pont egyébként itt a 35-ös évforduló kapcsán ezeket elővettük, digitalizáljuk, készítünk egy reklámfilmet, ahol feldolgozzuk ezeket a múltbeli eseményeket is. Szóval a négercsók gyártás az vizuálisan egy erős dolog volt. Volt egy gépsor, aminek az elejére rákerültek ezek az oscsalapok, amire rákerült a tojáskrém, és amikor a tojáskrém így jött a gyártósoron, egy kicsit felemelkedett, bement a csoki öntőgép alá, és akkor kijött, ez egyébként ez a momentum megvan a reklámfilmekben is, és akkor rámegy ez a vastag csoki réteg, az úgy jó volt, és úgy akkor lehetett szedegetni, de nem voltak olyan szigorú élmiszeripari szabályok, még bemehetett, nem azt mondom, hogy bárki, de hogy ott is akkor le lehetett szedni, ott frissen megkóstoltam. Otthon végtelen mennyiségű négercsokban. Volt négercsok, sok, igen, kókuszos, vaníliás, epres. És emlékszem, amikor főiskolára elkezdtem járni 98-ban, akkor is volt még négercsók, ezt 5 évvel ezelőtt fejeztük be ennek a gyártását, és vittem mindig magammal az albérletbe, és ott utána ez ilyen fizetőeszközé vált, tehát négercsókkal én különböző, szóval volt ennek egy ilyen csele, igen, mert már egyre, akkor már egy kifutó termék volt akkor is, nem lehetett mindenhol kapni, viszont nagyon erős volt így a nosztalgia, és akkor igen, ezzel lehetett barterezni, így főiskolás barterezhetett akkor négercsokkal. Miket kértél élete? Apró szíveségeket. Négercsokkat miért szüntettétek meg most néhány éve? Ez idejét múlt nem illik bele az egészséges élelmiszer vonalba. Vagy politikai nem korrekt az elnevezés. Ma szerintem nem hívhatnánk négercsóknak. Szinte biztos, hiszen az Uncle Ben-t is más, hogy hívják már. Tehát volt egy ez a Paul korrektség, vagy ez a Black Lives Matter mozgó, nem tudom miből fakad, de nem, biztos nem hívhatnánk így. Szóval azért szüntettük be, egyrészt ez nem volt egy egészséges termék. Nagyon sok cukor volt benne még úgy is, hogy csökkentettük a cukortartalmat, és nem tudtuk hatékonyan se gyártani, és nagyon nagy verseny volt az édesipari termékek kapcsán, és nagyon sok féle terméket gyártottuk, és valahogy az abonett, meg az extrudált kenyér volt az, amire már kezetektől nagyobb energiát, erőforrást fordított a cég marketingre is, meg termékfejlesztésre, és egész egyszerűen ez egy természetes döntés volt, hogy ezt megszüntessük, és csak az extrudálásra koncentráljunk, és ugye az elmúlt évek eredményei azért ezt visszaigazolták. Visszakanyarodnék egy kicsit a régmúltba, hogy ugye megalapult ez a termelőszövetkezet 49-ben, és aztán hosszú éveken keresztül ez a szövetkezeti formában működött a cég, míg nem 2014-ben édesapátok létrehozta a Kft-t. Hogy zajlott, és hogy 2014-ig megmaradt a szövetkezeti forma? Erről sokat beszélgettünk, meg még mai napig feljönnek itt is érdekes történetek. Ugyanis sem, ugye édesapánk egy szövetkezeti tag volt, ami ugye főleg rendszerváltás előtt ugyanolyan egyenlő, tehát hogy ez mindenkinek ugyanannyi üzletrésze volt, illetve, bocsánat, nem jól fogalmazok, az üzletrészek értéke eltérő volt, de a szavazati jogban ugyanannyit jelentett bárki. Tehát, hogy a szocializmusról beszélünk, mindenki egyenlő volt. Valami miatt, ami, tehát ő kezetektől ott dolgozott, pontosabban ahogy leérettségizett, technikumot elvégezte, ő, neki ez az első munkahelye volt, nyilván azóta is, és sok mindent csinált, volt üzemvezető, volt kereskedő, volt szalagdolgozó is még talán, és ő kezetektől fogva hitt ebben az egészben, főleg amikor az abonett, már csak az abonett, kifejezetten az abonett gyártással kezdtünk el foglalkozni, és azt jobban fejleszteni, és a
kollégái üzletrészét meg tudta vásárolni az idők folyamán, és 2014-ben lett egy olyan pillanat, amikor olyan érdekén érvényesít, hogy akkor a üzletrész hányaddal rendelkezett, meg volt akkor a respektje a cég, meg látott a pályán, tehát volt egy víziója is, hogy meg tudta győzni a tagságot, hogy megszavazzák az átalakulást, és ennyi történt röviden dióhéjban, azért itt neki azt be kellett tudni, tehát körülbelül úgy, mint ha most egy befektetői döntés, tehát most egy részvénytársaságról beszélnék, itt is volt igazgató tanács, tehát ugyanúgy meg kellett győzni a kollégáit, hogy ennek így van jövője, higgyék el. És itt azért egy kicsit speciális volt, hiszen ők adott 10-20-30 éve ismerték egymást, ez mégsem egy a szocializmusban nem így, nem piaci alapon működtett a dolgok, tehát ő be tudott hozni egy ilyen nézetet, egy ilyen víziót, és meg tudta győzni a kollégáit, és miután megszavazták a cég, tehát a cégformáltás Kft. Lett, onnantól kezdve meg pedig a tulajdonviszonyok alapján jóval egyszerűbb volt már a döntéshozatal, és gyakorlatilag 3 év ezelőtt már 100%-os tulajdonos, vagy 3 év óta már 100%-os tulajdonos. Úgy tudom, hogy ennek a kenyérnek, ennek az abonetnek, aminek a nevére is kíváncsi lennék, hogy honnan származik ez a név, azon túl, hogy Abonyban gyártjátok, de hogy egy teljes gyártással és a forgalmazással is mindig kizárólag ti foglalkoztatok. Ezt hogy kell elképzelni? Hol adtátok el az első években, és azóta ez hogyan változott? 86-ban, amikor elkezdtük gyártani az abonettet, és talán itt az, hogy honnan jön a név, meg hogy miért az abonett, ez két külön sztori, és ezek érdekes, szerintem érdekes sztorik, és nagyon jól kifejezi az akkori kornak a viszonyait. Úgy kezdtük el gyártani, hogy egy német, egy NDK-s üzletember, aki ilyen gépeket forgalmazott, megkeresett, bejött gyakorlatilag az utcáról, és meggyőzte az akkori vezetést, hogy az élelmiszeripar az egy jó irány, érdemes extrudálni, akkoriban nem extrudált senki Magyarországon, egyébként most is nagyon kevés cég van, aki extrudálással foglalkozik. Extrudált kenyeret meg nem gyárt senki Magyarországon, továbbra sem. Prospektusokkal, termékfotókkal, tehát akkoriban el tudunk képzelni egy ilyen szélzest, vagy egy ügynököt, aktatáskából előszedte ezeket a prospektusokat, és meggyőzte a vezetést. Volt egy magyarországi képviselője, akit Reményi Kálmánnak hívnak. Az ő neve azért érdekes, mert ő már egy idős, 90 fölötti úriember, aki a magyarországi képviselője volt ennek a Werner nevű extrudernek, amit megvettünk, és ő tavaly előtt felhívott bennünket, hogy vagyunk, látott egy reklámukat, még jó egészségben van, szívom szám, és elbeszélgetett ott velem is telefonban, aztán megadtam neki apám számát, megkeresték egymást, és 40 év után, vagy 35 év után felvették egymással a kapcsolatot, elképesztő volt egyébként. Szóval meggyőződött az akkori vezetés, hogy ez egy jó technológia, jó termék, és elkezdték gyártani, és egy nevet is kellett adni. Ez úgy történt, hogy az, hogy Abony, tehát feladtak egy hirdetést a Népszabadságban, hogy egy friss technológia, pontos részleteket nem tudom, nevet keres, ez a termék, Abonyban van a gyártó, és akkor lehetőleg a kedves olvasóknak az volt a feladat, hogy ami erre rezonáló, tehát a névre, korszerű hangozó, és akkor jöttek mindenféle szavazatok, és az Abonett lett a befutó. Tehát ezt a fogyasztók, igen, igen. Népszabadság olvasói. Így van. Akkor ez egy olcsó tender volt. Ez egy olcsó tender volt, bár nem tudom, mert akkor csak hirdetések voltak, és lehet, hogy akkori viszonyok között ez egy drága dolog volt, de hogy hát, hogy mekkora volt az elérése ennek az egyszer. Szóval, igen, érdekes. Tehát ez az abonett, amúgy egy szerintem jó választás, mert kicsit szóval ilyen könnyű kiejteni, külföldön is, a külföldiek is ki tudják ejteni. Kicsit olaszos, egyébként Olaszországba szállítunk, tehát ott az ászló is kicsit hasonlít, szóval vannak olaszok, akik azt hiszik, hogy ez egy olasz termék. És ott abonett, vagy abonetti? Nem, abonett, meg saját, tehát van egy olasz márka, aminek a brandje alatt is forgalmazunk egy bizonyos abonettet, meg egyébként a Magyarországon megtalálható abonett terméket is forgalmazzuk abonett márka alatt. Szóval ez egy
ez így vicces, de hogy sok egyéb országban is van a bonett is, hogy szóval ez így jól cseng. És hogyan sikerül 86-ban először Magyarországon legyerteni ezt az extrudált kenyeret, így hogy fogadták az emberek? Igen, ez nagyon jó kérdés, mert ugye 86-ban még azért szocializmus volt, nem volt piacgazdaság, és nagyon-nagyon kevés külföldi termék volt a hazai üzletek polcain. És ez nagyon fontos, ez a jó helyen, jó időben, ez nálunk abszolút játszott. Akkor azért már az, hogy ez egy diétás kenyér alternatíva, nagyon, ez érdekes dolog, hiszen magyar ember nagy mennyiségben fogyaszt kenyeret most is, főleg akkor, amikor nem, semmi más nem volt, csak fehér kenyér, mert pedig 86-ban még azért reformétkezésről szerintem kevés szó esett. Mégis ez egy magyar tej, nem volt konkurencia, tehát nem voltak a polcon a külföldi alternatívák, és akkor sokkal olcsóbb volt, ugye akkor csak a tévé létezett, mint reklám, de jól olcsóbb volt tévéreklámokat csinálni, ugye a Néger Csóknak nagyon sok tévéreklám volt, tehát ezt meg tudták akkor fizetni, és egyszerűen nagyon hamar ismerté vált az Abonnet brand. Nem volt konkurencia, valószínűleg jó áron is tudták, hogy hatékonyan már akkor is gyártani, és gyakorlatilag ennyi. Tehát elkezdték látogatni akkor áfészek, fűszértek voltak, és egy ilyen egy ifával, többek között apukám is egy ilyen kereskedő volt több, egy nagyobb autópark volt, és felültek hajnalban az ifára, és elindultak teríteni az országban mindenhol, és ez így működött egyébként. Most is így működik, csak mi már kicsit másképp dolgozunk, de ennyi, nagyon egyszerűnek tűnik, valószínűleg nem is volt túl bonyolult. És ez a nulladik perctől akkor diétás terméknek számítan? Igen, ezt még most is sokan így fogyasztják, azért mi ebből már, tehát emellett mi már egyéb hasznos tulajdonsága is vannak egy extrudált kenyérnek, többek között az Abonnetnek is, de nagyon sokan most is fogyókúraként fogyasztják. Vagy ez egy érdekesség, van egy nap tesom küldte, hogy a Kassa Tibi csinált valami diétát, egy ilyen sok, mert hogy lefogyott, az volt a sztori. A Kassa Tibi lefogyott mit tudom, hány kilót. És akkor volt egy kirakott egy ilyen diétát a mit tudom én, Instagram, akárhová, ami egy 10 oldalas diéta volt, és ott benne volt, hogy az egyik uzsanna az Abonnet, kétszelet Abonnet. És nem tudom, hogy tudja, hogy az Abonnet az egy magyar márka, nem azt hitt, hogy kétszelet extrudált kenyér, hanem bejött, hogy két Abonnet, és szerintem neki is az van a fejében, mint ami sok más ember, hogy az Abonnet így köznevesült. Persze. És neki az Abonnet azt mondja, hogy felveszem az órám, sokan azt mondja, felveszem a káziumot, nem azt mondják, de az Abonnet nem azt mondja, hogy megeszem az extrudált kenyeremet, hanem hogy megeszem az Abonnettem. Ez abszolút így van, igen. És bocsánat, hogy közüljök, de pont én is nyilván, amikor készültem erre a beszélgetésre, kb. Ha beírod az Abonnet szót a Google keresőbe, akkor eleve találtam olyan oldalakat, ahol mondjuk hisztamin érzékenyeknek állítanak össze diétát, példák táblázatba rendezve, hogy mit lehet fogyasztani, és ott sem az szerepelt, hogy extrudált kenyeret nyugodtan fogyaszthatsz, hanem Abonnettet. Erre vissza is kérdeznék, hogy most, hogy nem tudom, hogy valóban több a hisztamin érzékeny, a glutén érzékeny, a különböző ételallergiás, vagy egyszerűen csak jobban figyelünk rá, és ez korábban is létező jelenség volt, de hogy érezhetően egyre többen követnek különböző diétákat, és hogy ezt ti mennyiben érzitek, vagy látszódik ez meg mondjuk az értékesítésben? Az értékesítésben abszolút. Én azt gondolom, hogy a forgalmunknak most már több, mint a fele a gluténmentes termékeinkből áll össze. Viszont azt szeretném megjegyezni itt, hogy ugyanannyiba kerülnek a gluténmentes termékeink, mint a nem gluténmentes termékek. Tehát az viszont látszik, hogy, és főleg a laktózmentes termékeknél látom, hogy egy nagyon nagy árés, tehát egy jóval maga, drágább árszínvonalon értékesítik őket, nem tudom, ez mennyire indokolt, nem ismerem ezt az iparágat annyira. Mi ugyanannyiért kínáljuk a fogyasztóknak, ami szerintem nagyon fontos, mert sok gluténérzékeny van, ugye dolgozunk a gluténérzékenyek szervezetével, amire kicsit
büszke vagyok, hogy nagyon sok cukorbeteg is fogyaszthatja. Itt azért van, hogy nagyon sok, mert nem mindenki, és mindenki a saját, ez fontos hangsúlyozni, hogy mindenkinek nagyon fontos konzultálni az orvossal, a dietetikussal, amikor például egy cukorbetegről van szó, hogy mennyi az a napi mennyiség, amit be tud vinni, de kapcsolatban vagyunk a sportos cukorbetegekkel, a cukorbeteg gyermekek szervezetével, és támogatjuk is őket, és ez viszont nagyon jó érzés, hogy akár súlyos cukorbetegségben szenvedő gyermekek is például tudják ezt bizonyos keretek között fogyasztani, ezt a terméket. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem van. Amikor 86-ban elindult az abban egy gyártás, akkor egy termék volt. Egy néven, egy termék, nagyjából egy kiszerelésben, tehát nem volt még súly megkülönböztetés sem. Ma, hogyha megnézem az abonentnek a termékpalettáját, akkor gyakorlatilag rengeteg verziója van az abonentnek. Akár ízben, akár az, hogy gluténmentes, akár szendvics formában. Hogy ezek a termékfejlesztési irányok, ezek leginkább honnan jönnek? Tehát az a piac igazolja vissza, vagy ez egy belső készítés, hogy megújítsátok a terméket? A termékfejlesztés az egy nagyon... tud egy nagyon bonyolult folyamat lenni, és mi eddig nem bonyolítottuk túl. Elég egyszerűen viszonyultunk ehhez. Nyilván látjuk a piaci trendeket, láttunk külföldi versenytársakat, járunk nemzetközi élelmiszerpiaci vásárokra. Például az, hogy gluténmentes terméket fejlesztünk, vagy kifejlesztünk új gluténmentes szendvicseket, ami egy teljesen új termékkategória, és 2 évvel kezdtük el forgalmazni őket, az olyan szempontból tudatos, hogy a gluténmentesség ez egy fő irány, és nyilván itt az élelmiszeriparban, akik igényesek magukra, és a fogyasztóiknak is szeretnének egy jó alternatívát kívánni, akkor nyilván természetes alapanyagokból, hozzáadott cukor nélkül, van pár ilyen séma, ami szerint működünk. De az elmúlt évben egyébként is az üzleti stratégiánkat elkezdtük újra gondolni, és most készítjük a 2024 végéig tartó stratégiánkat, aminek egy része a termékfejlesztés is, hogy például hogyan tudjuk, keressük azokat a lehetőséget, nem szeretnénk egy, mondjuk van 7 hagyományos, tehát nem gluténmentes termékünk, van 6 gluténmentes, nem szeretnénk egy 8. ízt, mondjuk egy, mit tudom, szezámmagos csinálni, hanem olyan ásványokat, olyan, keressük azokat a megoldásokat, hogy a tápértékét, a vitamin szintet tudjuk növelni, és extrudált kenyeret gyártani továbbra is, de hogy minél magasabb tápértéke, mondjuk funkcionális értéke is legyen ennek a terméknek. Ugye a szendvicseink az egy új kategória, ott adunk krémet a kenyerekhez, ott nagyobb a mozgástér, de mi hiszünk abban is, hogy az eredeti biznisz, tehát a gluténmentes kenyér bizniszben is látva megkereséseket, különböző anyaplanyag beszállítók, kisebb cégek, akik fejlesztenek, megkeresni bennünket, tárgyalunk velük, szóval nagyon érdekes új irányok vannak. Például napokban itt járt egy indiai üzletember, akivel még 3 éve találkoztam, először is felmerült az indiai, az abonett indiai exportja, ez nem jött össze. Ők közben csináltak egy nagy bio gazdaságot, és Indiából próbálnak üzleti partnereket keresni Európában. Felmerül azért, hogy miért kéne nekünk Indiából beszerezni. Egy mezőgazdasági ország, Magyarország, miért kell nekünk venni, importálni terméket, itt környezetvédelmi agályok is felmerülnek, természetesen szállítás, de viszont vannak olyan például fekete búza, ami teljesen, tehát egy csomó hozzáadott értéke van a hagyományos búzához képest, ráadásul fekete a színe, tehát még lehet, hogy jól is néznek egy fekete abonát. Ilyeneket is értékelünk, és remélem, hogy év végére elkészül a termékfejlesztési stratégia, és a következő 1-2 évben ki tudunk jönni olyan újdonságokkal, amelyek a fogyasztók itthon is szeretni fognak, nem csak külföldön. Ha már szóba került külföld, milyen országokban ismerik az abonettent, hol értékesítetek? És hova léptetek be legelőször? Ez a belépés, ez kicsit így nagyképűen hangzana. Szerintem először a szomszédos országba kezdtük el. Ezt azért mondom, hogy szerintem amikor 2017-ben én csatlakoztam, 2017 évvégén, akkor volt minimális exportunk, tehát Szlovákiába, Horvátországba, Romániába is már, Szerbiába szállítottunk abonett brandként. Én nem ebben látom mi nem ebben látjuk a lehetőséget, mert megismertetni egy márkát külföldön, az nagyon nagy
költség és egy nagyon komplex feladat. Itt mi a saját márkás, a private label bizniszben hiszünk, tehát olyan partnereket találni, akiknek érdekesek a mi termékeink, és tudunk fejleszteni közösen. Van két nagyon jó partnerünk, az egyik egy olasz partner, akinek kifejlesztettünk egy lencse borsóból készült extrudált kenyeret. Ezt Magyarországon most, tehát gyakorlatilag ma szeptember 1 van. Ma kezdődik majd a webshopos értékesítése itthon is, tehát ez előbb debütált külföldön, mint itthon. Ez borsóban növényi alapú, ugye a kukorica és a búza, amiből a hagyományos abonettek készülnek, az is mind növényi alapú, de itt a borsó és a lencse az egy magas fehérje tartalmú termék, nagyon ízletes, kicsit ropogósabb is, tehát picit más a termék is, és ezt már fél éve Olaszországban egy olasz brand alatt forgalmazzuk, és most indul itthon is. És nekik fogunk még más fejlesztéseket csinálni. A másik az pedig, ami volumenben is egy nagyon jól alakul, az Izrael, tehát a kóser, és különösen a kóser élelmiszer piac itt nagyon érdekes. A gluténmentes abonnentek, ez egy ideális ünnepétel Izraelben, illetve a zsidó vallást követő emberek számára, és kiderült, hogy Izrael sincs túl közel, tehát a logisztika szállítás ezért megdrágítja. Izraelben jól magasabb az árszínvonal, tehát az élelmiszerek jól drágábbak, és ez nekik gazdaságos, még így is, hogy szállítani kell messziről. És 3 gluténmentes termékünk is, egy helyi márka alatt, Bermannak hívják ezt a márket, ez olyan, mint itthon a Lipóti, vagy a Ludwig mentes, vagy jó kenyér, tehát egy ismert izraeli márka neve alatt forgalmazzuk, és itt vannak érdekes termékfejlesztéseink, például csokoládéval beteríteni a kukoricás extrudált kenyér egyik felét, és akkor ez egy jó édesség lenne ott például, tehát ilyen irányokat nézünk. Hát gyakorlatilag lapos négercsókot. A lapos négercsók. Megcsinálod Izraelben. Ez jó. Igen. Vissza az alapokhoz akkor gyakorlatilag. Hát igen. Nyilván a kóserségnek vannak árai, tehát így azért nem lehet mindent vele tenni. De van kóser csokoládé, tehát van egy magyar beszállító, aki szállít Izraelbe, és ő ennek az izraeli partnernek egy közös bemutatott neki, úgyhogy most ez lesz a következő. Ahogy itt a termékfejlesztésről beszéltél, azért az látszik, hogy ezek a termékfejlesztési irányok inkább a fogyasztói magatartás változásra reagáltak. Tehát nyilván megjelentek a gluténmentes termékek, mert hogy sokan gyártanak gluténmentes terméket. Megjelentek a szendvicsek, mert hogy könnyen, gyorsan magaddal viheted, nem kell az elkészítéssel bajlódni. Megjelenik most a fehérjével dúsított, nyilván a vegánoknak, vagy az aktívabb sportolóknak a igényei szolgálja ezt ki, de mennyire bővül a fogyasztói célcsoportok ezáltal, hogy terméket fejlesztetek, és nem pedig a meglévőeket szolgáljátok ki különböző igényszinteken. Ugye pár éve csináltunk 18-ban egy fogyasztói kutatást, hogy megismerjük a fogyasztóinkat. Alapesetben azt gondoltuk, én is, meg a marketing csapat, illetve hát a cégvezetés, hogy a városi felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-49-es hölgyek, akik a fő célcsoportunk. És akkor ezt megkutattuk, valójában legnagyobb tömegben ők, és egyébként a hölgyek vásárolnak, a férfiaknak ez jellemző, de a fogyasztói bázisunk, az nagyon meglepő volt, mert ez jóval szélesebb, tehát gyakorlatilag nem, tehát valószínűleg legnagyobb számban a ugye fogyókúrás termék volt, tehát inkább a hölgyek fogyasztották, de hogy rendszeresen kapunk például különböző ilyen csatornáinkon keresztül, Facebookon keresztül nagyon sok gyermek, kiskorú gyermek fogyasztja, jellemzően akinek már foga van, és el tudja rágni az abonyát szeretet, de hogy ezt egy gyerek kiknek adják a szülők snackként. Nagyon sok férfi fogyasztja, és most azért, mert megveszi nekik a párjuk, az, vagy amúgy is ezt vásznak, ez egy érdekes kérdés, de hogy nagyon-nagyon vegyes a fogyasztói bázis, azt látjuk. 17 végén érkeztél te és a tesód, egyszerre mentetek a céghez külön? Nem, öcsém Ákos 11-12 éve ott dolgozik az abonatban, és ő amikor diplomázott, neki ez a második munkahelye volt gyakorlatilag, vagy dolgozott egy-két évet máshol, de ő
a cégben bejárt a klasszikus szamár létre, tehát dolgozott termelésben, kereskedőként is, és 2017-ben, amikor érkeztem, akkor csináltunk egy munkamegosztást, termelés, anyaggazdálkodás, minőségi ügy terület van nála, mint ügyvezető, nálam a sales, tehát kereskedelmi marketing, gazdasági témák, és én csak 2017-ben érkeztem, csak idézőjelben, jöttem volna előbb is, én előtte az informatikában dolgoztam, tehát informatikai multinacionális cégeknél értékesítési pozíciókban, akkor egyébként azt gondoltam, hogy vagy ebből valamit tudok majd profitálni, de ez egyrészt ez B2C, tehát hogy itt rengeteg fogyasztónk van egy abonett esetében, korábbi munkahelyemnél nagyon kevés nagyvált ügyfelem volt, tehát teljesen más volt az értékesítés, hogy a élelmiszeripart egyáltalán nem ismertem. Hát most azt mondom, hogy így látva magunkat, meg ahogy mi elkezdtük magunk módján a céget vezetni, ugyanis édesapánk gyakorlatilag fél év múlva nyugdíjon ment, és ő 3 éve már nem dönt, nem ír alá, tehát semmit nem operatívan nem végezel. Azért ki kellett alakítsuk, és korábban egyikünk se vezetett céget, és azt mondom, hogy mostanra, tehát itt 2020 második felében jutottunk el oda, ahova így cégvezetésben, hierarchiában, vagy struktúrában hoztunk új szakembereket, üzleti stratégiát kezdtünk el építeni, hozzányúltunk a gyártás hatékonyságához is, tehát a műszaki fejlesztésekhez is, tehát hogy nagyon sok mindent másképp csinálunk már, és ez már egy ilyen jó érett állapot, de hogy volt tanulópénz is, volt bénázás is az elején, és volt egy 2019 például nem is sikerült olyan túl jó eredményességben, mint a korábbi évek, meg most az elmúlt 2 év is egy nagyon jó, nagyon egészséges, tehát az iparági átlagnál magasabb eredményessége dolgozunk. 19-ben ott sok minden összejött, amiből tényleg rengeteget tanultunk. És mennyi volt az átfedés, amíg még édesapátok veletek dolgozott, amíg fogta úgymond a kezeteken? Ez tényleg néhány hónap volt, tehát... Egyébként édesapátok szerette volna, hogy ti átvegyétek a céget, igen. És úgy vadászott összetiteket az IT szakmából? Nem, öcsém ugye ő ott volt, de én nagyon szerettem azt, amit tehát nagyon szerettem az informatikai értékesítést. Én 10 évet dolgoztam előtte az SAP-nál, és nekem kellett egy másfél év, amíg eldöntöttem, hogy akkor ezt meglépem. Utólag visszatekintve lehetett volna ez hamarabb is, különösebb kockázata nem volt, tehát egyrészt az Abonett is egy jól menő cég volt, egy ismert cég volt, tehát azért közel sem a nulláról, tehát egy stabil, ismert váltot kellett átvenni. Ennek azért nem volt olyan nagy kockázata. Szóval nincs olyan érzés, amikor mondjuk egy édesapa cégébe visszatér a fiú, mintha, nem tudom, hazaköltözne valaki a család. Nincs egy ilyen egy családi vállalkozás átvételénél? De van, nekem abszolút volt ilyen, amikor elkezdtem Abonyba járni, ugye Budapesten élek már 20 éve, és előtte nagyon ritkán jártunk haza havonta, 2 havonta volt, hogy igen, és elkezdtem, ugye már az SAP volt az SAP-s idők végén, és már haza látogattam, meg fejbe elkezdtem bevonulni, és nagyon fura volt, hogy így beülsz az autóba, és megérkezel Abony, ahová a gyerekkorod, és tehát nagyon furcsa volt, nagyon régóta elkerültem középiskolát, tehát főiskolára már vidékre jártam, és furcsa volt, alig vártuk például, hogy az M4-es megépüljön teljes Abonyig például, mert a vezetni is zűrös volt a 4-esen, hogy iszonyú forgalom volt. Most már egy nagyon jó állapot, egy ilyen chill állapotban tudunk autózni az M4-en, csak a kormányt kell fogni. Na mostanára azért már ez elmúlt, tehát hogy 4 év alatt már nincs meg ez a romantikája, de még belefutok például múltkor egy aki a helyi építési vállalkozó, rengeteg projektet csinált nekünk, és az irodájában összetálkoztam egy gyerekkori barátommal, aki ott dolgozik szintén nála, mit tudom, hány éve, és még leveleztünk is, csak
személyesen nem találkoztunk, most elmentem hozzá, megnéztem, és ott ült Zsolti, aki együtt minisztráltunk az abonyi templomban, és így mindenki nézett, hogy te itt mit kell, te én mit keresek, és így ilyen úr, tehát egy nagyon vicces volt, és nagyon jó érzés volt, még vannak ilyen, tehát egy-két gyerekkori baráttal egy bele futok, múltkor az egyik fuvarozónk, ő a szomszédunk volt, osztálytársam volt 8 évig, bejött az irodába, rám köszönt, szevasz Zoli, és nem ismertem fel, felkapott pár kilót, de olyan rég láttam, hogy egyszerűen, tehát, hogy nem, úgy, hogy akivel gyerekkorunkban ott vertük a port a ház előtt, itt a 8-en keresztül. És de nincsenek mondjuk egy ilyen édesapa által indított vállalkozásnál a fiúk új gondolatokkal és vezetői kultúrával állnak neki, és nincsenek ezek a konfliktusok, hogy de én ezt így csináltam 40 évig, és tehát, hogy ezeket nem nehéz átverni az újításokat, az apukátok teljes mértékben szabad kezet ad, és bízik a szakmaiságotokban, és... Abszolút, azt mondanám, hogy ebben nincs is sztori. Azért mondom, hogy nem olyan rég voltam egy rendezvényen, ahol csak kifejezetten generációváltásra volt szó, és volt mellettem még két másik cégvezető, nagyobb cégek vezetője, akik szintén családi generációváltás volt, és nagyon keserves volt, így hallottam azt, és nagyon őszintén beszélt a kolléganő, tehát a cégvezető kolléganő arról, hogy mennyit küzdött az édesapja, ő egy lány volt, ugye legidősebb gyerek, három testvér közül, és mai napig ez még nincs megnyugtatóan lezárva. Egyszerűen nálunk nincs miről beszélni, a cégkultúra az nagyon más volt, tehát a mi vezetési stílusunk teljesen más, mint akár apukánkért, és a cégkultúra is más. Ebben azért volt, ami kicsit recsegett az elején. Tudsz valami példát mondani, hogy valami, ami úgy plastikusan mutatja, hogy miért állt ti? Vannak még most is olyanok, akik, ugye ez egy kis cég, tehát a board, a management az 6 ember, abból 2, 35-40 éve ott van, tehát máshogy számoltatunk be, tehát más a meeting struktúra, rendszeresek ezek a megbeszélések. Most már ez ők is hozzászoktak, de nem az, hogy mikor eszkalálunk, mikor delegálunk, hogy mindent írásba, tehát valamit megbeszélsz, utána elküldöd írásba kell. Most is vannak még problémák, hogy elveszik. Egyébként ez bármilyen cégnél megvan, tehát ez nem egy sajátosság. Egy másik példa az, hogy korábban tavaly vezettünk be egy controlling rendszert. A controlling ebben az esetben azt jelenti, hogy ugye van gazdasági vezető, van kereskedelmi vezető, vagy dolgozunk főkönyvi adatokban, számviteli adatokkal, de bevezettük azt, hogy havonta zárunk, ez azt jelenti, hogy minden hónapban kapunk egy eredménykimutatást, mint ha évet zárnánk, tehát minden hónapban látjuk, hogy gyártottunk, mennyi selejt volt, mennyi veszteség volt, mennyi állásidő, és ezt ez adatok kellnek, ez kell, és egy szemlélet, hogy szolgáltat ez adatokat, kell egy fegyelmezettség, ami egy külsős, független szakértő alakítottuk ki, akinek teljesen más módszerei voltak, mint a 20 éve ott dolgozó gazdasági vezetőnek, ami egyébként tök jól működött, ezt viszonylag hamar megszokta mindenki. Inkább az volt a furcsa, hogy minden hónap végén láttuk, hogy dolgoztunk. És azért ennek van egy ilyen... Igen, ezt tudom, főleg, hogyha ha esetleg nem jók az eredmények, az előző hónaphoz képest, vagy az előző évhez képest más, akkor ugye ezt megvizsgáljuk, és akkor abból le tudunk vonni. Van egyébként szezonalitás nálatok az értékesítésben? Valami felfedezhető? Minimális. Talán a június-július a szabadságok miatt, de egyébként egész évben nagyjából kiegyensúlyozott a forgalom. Tehát nincs. Azt mondanám, hogy mi nem egy olyan, mint egy csokoládé, vagy hús, vagy karácsonykor, a szaloncukor, vagy a húsvéti nyuszi. Na, már így szóba került az értékesítés, meg hogy nagyjából kiegyensúlyozott a COVID, az nálatok hogyan érjeztette a hatását? Az elején lesz, hogy 2020 nekünk nagyon jól sikerült, forgalomban is, meg nyereségben. Egy óriási forgalomnövekedés volt március-áprilisban, itt a pánikvásárlások kapcsán, és az idei forgalmunk is ugyanúgy alakul, tehát hála Istennek megmaradt ez az emelt forgalom, az export is erősödött, nem esett vissza az exportunk, sőt tudtunk fejlődni. Tehát 2020-21 üzletileg nagyon jól néz ki. 2020 elején nem voltunk túl jó állapotban. Nagyon kicsi volt a készletünk, a raktárkészletünk,
és ebben az állapotban ért bennünket ez az iszonyatos felvásárlási láz, vagy hullám. Tehát kicsi volt a készletünk. 2019, azt előtt korábban említettem, nem volt annyira jó év, nagyon sok gépállás volt, műszaki problémáink voltak. Erre jött a Covid, amit, és ezt azóta ezt össze megállapítottuk előtte és utána, és az Abonnet ez egy iszonyúan ellenálló, vagy egy nagyon túlélő cég, tehát biztos vagy benne, hogy más cégek megrecsentek volna. Nekünk az volt az egyetlen problémánk, hogy üres volt a raktár, és az két hónapig gyakorlatilag úgy kell képzelni, hogy amit meglegyártottunk, azt másnap elvitték, tehát nem volt raktárkészlet. Ha mondjuk jön egy nagyobb leállás műszakiből jött, mint egy napokig állunk kellett volna, azt nem bírt, akkor nem bírtunk volna szállítani, kötbér lett volna, fogyaszt nem lett volna a polcon áru. De ez egy nagyon kemény fél év volt, az első fél, akkor volt egy kis fellélegzésű nyáron, tudtunk készletet építeni, és akkor a második, harmadik hullám az már nem okozott ilyen problémákat, közben elkezdtük a szervezetet fejleszteni, volt idő arra, hogy a műszaki a gépeinket, a folyamatokinkat át tudjuk gondolni, itt hívtunk külsős ilyen interim szakembereket. A 2020 az iszonyan eseménydús volt, és abban nagyon sokat tanultunk tényleg. És ez a megugró kereslet, ez valami fogyasztói tudatosság, otthon ülünk, home office-ban, igen. Meg. Pontosan, szerintem ezek voltak, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy az év második fele mit hoz, és mit hoz majd 2020 elejét, tehát mi legyen, amikor a 21-et terveztük, hogy mi legyen a bázis, 19 legyen a bázis, vagy 20, és látva azt, hogy nem esett vissza a forgalom, azt gondoljuk, hogy nagyon sok új fogyasztót, mert tehát praktikus volt az élelmiszer, ezt lehetett hosszan tárolni, tehát hogy hosszan eltartható az Abonnet. Valószínűleg megszerették olyan emberek is, akik nem fogyasztottak korábban. Ugye működött a webshopunk, egy hétre azért le kellett állni, emlékszem tavaly, mert nem bírtuk kiszolgálni, de utána folyamatosan működött a webshop is, és elérhető volt a termék, úgyhogy összességében jól jöttünk ki. Mondta itt a raktárkészlet csökkenést, ami ugye tavaly év elején volt, és hogy ennek így nagyjából a műszaki problémákon kívül esetleg volt beszállítói oldali probléma is, tehát mennyire volt ez a beszállítókon, illetve hogy a munkaerő hiány vagy fluktuáció, illetve az új munkaerő felvétel az mennyire könnyű nálatok? Alapanyag, tehát kukorica, búza, gabona, ez volt. Ez nem volt probléma. 2021-ben, tehát idén a fólia, évelején a fólia ellátottság nagyon komoly problémák voltak, tehát a csomagolóanyag ellátásban, illetve az árak itt nagyon elszálltak. Ugye az alapanyag az tengeren túlról jön a fóliához, amit a csomagolóanyag gyártó partner itt gyárt, és ebben nagyon nagy csúszások voltak. A logisztika erről sokat lehet tolvasni, tehát nem volt elég konténer, illetve volt konténer, csak bizonyos helyeken tornyosult, nem bírták át, az ugye nagyon lement a kőolajára. Kőolaj finomítók, amik elevetják az alapanyagot, hónapokig álltak, utána újraindították, szóval egy ilyen hullám volt ebbe az egészbe. És nekünk az volt a szerencsénk, hogy mi jó partnerek vagyunk, tehát mi fizetjük nem csak az embereinket rendesen, vagy a kollégáinkat, hanem a beszállítóinak is rendben fizetünk, és ennek ilyenkor értéke volt, ráadásul nagy mennyiségben előre tudtunk vásárolni, tehát be tudtunk tárazni, ez ugye nem ideális, mert áll a pénzed a csomagolóanyagba, de ez egy nagy biztonság volt, és egy nagy hála természetesen a partnereinknek is, ezzel nem volt probléma. Munkaerővel volt, tehát az napi szintű sajnos azóta is, nem csak a turizmusban, meg a vendéglátásban, szóval bizonyos pozíciókra gépkezelő, ahol egy némi szakértelem kell, nagyon nehezen találunk, vagy egy hetem találunk ember, tehát minőségi fejlesztés nagyon nehéz csinálni a meglévő, és nagyon sok energiát folytunk arra, hogy a stabil, a jó kollégáinkat megtartsuk, és nem csak fizetéseket is emeltünk kétszer is tavaly, de nem csak a fizetéssel, hanem megbecsüléssel, és az, hogy mi egy kis cég vagyunk, tehát mindenkit ismerünk, mindenkivel tudunk személyesen beszélni, nagyon közvetlen a kapcsolat a kollégákkal, és ezt azért értékelik, tehát bármi egyéb dolgon is számíthatnak ránk. Szóval nagy energiákat emészt fel a munkaerő kérdése. Említettél a beszélgetés elején, hogy 48-an vagytok összesen a cégben,
illetve indulnak a termékfejlesztések, te egyre több külföldi országból szállítotok, indul a bérgyártás, vagy növekszik a bérgyártás. Milyen célotok van, vagy hova szeretnétek élni mondjuk 2-3 év múlva? A kapacitásainkat tekintve, hála Istennek 3 év múlva a jelenlegi árbevételt minimum duplázni szeretnénk, tehát egy 2024 végére 2,5 milliárd forintos árbevételt szeretnénk elérni, most 1,2 milliárd az árbevételünk, ezt a nyereségességet szeretnénk tartani, tehát mindenképp úgy fejlesztenénk, hogy az eredményességen ez nagyban ne roncsom. A nagyban az úgy értem, hogy amikor terméket fejlesztesz, azért befektetsz. Lehet, hogy olyan termékkel jössz ki, ami később nem lesz sikeres, annak van egy költsége, de hogy ezeket meg kell lépni. Tehát, hogy szeretnénk új termékvonalat bevezetni, és azt gondoljuk, hogy ezt extrudálással, tehát mi extrudálunk nagyon régóta, mi ehhez értünk. Ez egy jó koncepció, és hiszünk abban, hogy a hazai piacon új termékekkel, illetve az exportpiacok jelentős fejlesztésével ezt a stratégiai célt el fogjuk érni. Úgyhogy Magyarország egyik legkedvesebb vagy kedvenc élelmiszeripari gyártója maradunk, mert ez nagyon fontos, hogy nagyon sok élelmiszeripari cég alakul most is, akár startupok is egyébként. Jellemzően egyébként ők... ezek marketing márkák, tehát kijön egy új márka, és azt gondolod, hogy wow, milyen izgalmas, de valójában ő csak egy brandet adja, és lehet, hogy nem is itthon gyárt. Ezt nem tudod. Vagy gyártott mással, ugye. Ezt a fogyasztó nem tudja. Ezek nagyon jók egyébként, mert például Lengyelországban, Csehországban sokkal erősebb, fejlettebb az élelmiszeripar. Megfigyeljük, vagy látjuk azt, hogy Magyarországon sok élelmiszeripari cég alakul, mindenféle Széchenyi tőke, kockázat, ugye ez a... Mi ezer éve gyártunk, a minőségi standardjaink azok ugyanaz, nagyon jól értünk ehhez, és magas színvonalon csináljuk, és az azt jelenti, hogy nincsenek visszahívások, nagyon sokat tesztelünk, jó minőségi élelmiszert állítunk elő, és szerintem a fogyasztók értékelik már évek óta, és ez így is fog maradni. Egy ilyen dinamikus növekedés, amit az előbb felvázoltál, azért az ilyenkor egy ekkora méretű vállalat, ilyen piaci részesedéssel nagyon sokszor felvásárlási célponttá válik, vagy válhat. Gondolkodtok esetleg hosszabb távon eladásban, vagy volt-e már esetleg megkeresés, hogy felvásárolna benneteket? Voltak megkeresések, de ez szerintem ezek nem voltak komolyak. Tehát több Magyarországon van egy-két tanácsadó cég, akik rendszeresen keresnek felvásárlásra érdemes célket. Az élelmiszeripar szerintem az egy bonyolultabb ügy, mint mondjuk az informatika, vagy a mezőgazdaság, tehát, de tudunk például ilyen tranzakciókra, amik sikeresen zárultak. Ezek ilyen puhatolózások voltak. Rövid középtávon egyáltalán nem célunk eladni a céget. Hát hosszú távon mi lesz, azt meg most azt nem tudod. A következő generációváltás. Igen, tehát hogy erre ez a rövid válasz. A fenntarthatóság az abszolút ugye fókuszban van, és mindenki próbál csomagoló anyagot váltani, újrahasznosított anyagokat használni, vagy legalább egy olyan fajta csomagolásban és disztribúcióban részesíteni a terméket, ami fenntartható, környezetbarát. Ti hogy álltok ez a témához? Csomagolóanyagot váltunk először is, ami azt jelenti, hogy egynemű részben műanyag, részben metalizált, de egy egynemű csomagot használtunk, amit lehetett eddig is szelektíven gyűjteni. Most tisztán PP, tehát polipropilén alapú csomagolóanyagunk lesz, ami rá fog kerülni a megfelelő jelölés, és a szelektív kukában gyűjthető. Ez egy fontos dolog, de én azt gondolom, hogy ez akkor tud működni, hogy egyébként mindenki kidobja oda, hová való, és a hulladékfeldolgozás meg is történik. Azt gondolom, nem ismerem ezt országszerte, nemzetközi szintenek pláne, de azt tudom, hogy Budapesten azért működik ez, hogy elviszik a megfelelő helyre, ott még szelektálják. Tehát szeretném azt hinni, hogy az, amit én bedobok egyébként magánszemély, a papír, tehát PET palack, az megfelelő helyre kerül. Én szerintem szinte mindegy, hogy most papírba csomagolnánk a terméket, vagy műanyagba. Ez egy nagyon fontos dolog,
És ezt szoktunk fogyasztói észrevételek, miért nem papír. Papírban, ugye ez egy 16 hónapig eltartható termék, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát nem romlik meg, nem fogod kidobni, mint a tejet, a túrolódit, akármit, ami zöldséget, ami megrohad, hanem ezt megveszed, és bármikor elfogyaszthatod 16 hónapon belül, ami szerintem egy nagyon fontos fenntarthatóság szempontból. Ha papírba csomagolnák, akkor ez töredéke lenne. Tehát a papírnak sajnos nincsenek meg azok a tulajdonságai. Csokoládét is csomagolnak már papírba. Láttam múltkor 2 éve, amikor utoljára még lehetett utazni szabadon. Az Anugán, a Nemzetközi Vásáron csokoládét papírra csomagolnak. Nem az volt, tehát hogy nem tudták elérni azokat az érzékszervi tulajdonságokat, hamarabb kifejledett, az íze megváltozott, és nem is terjedtek el ezek, láthatóan nem terjedtek el ezek az alternatívák. Szóval ez egy hosszan eltartható termék, most váltottunk csomagot, azt gondoljuk, hogy ez mostani, ez még ideálisabb ebből a szempontból. Némileg drágább, de ez egy investíció a részünkről is, és egyáltalán nem tudok azonosulni azzal, amit például külföldi partnerek, tehát egy aktuális német megkeresés, 100 grammos termék, itthon is 100 grammos a termék, az volt a kérdés, hogy 100 grammos terméket tegyünk bele egy átlátszó fóliába, és tegyük bele papírdobozba. És kérdeztem, hogy ez miért jó? Mert a német fogyasztók, és ezt nem én mondom, hanem a német partner, hogyha úgy adnák az abonettet, ahogy itthon is, csak egy műanyag fóliába, az az érzés, hogy az meg tud sérülni, tehát, hogy lepattog a széle, megsérül a termék. Tehát ez egy hülyeség egyébként. Tehát nekik van egy olyan érzetük, hogy az átlátszó fólia plusz a papírdoboz egy védelmet ad, de ez egy dupla szemét, gyakorlatilag drágább is jóval a termék. Ugye a fóliát ki fogja dobni a kukába, a papírt bedobja a szelektívbe. Tehát szerintem ezek nagyon rossz irányok, tehát túl van csomagolva. Én azt gondolom, hogy a magunk szintjén, amit még tudunk tenni, hogy a fő alapanyag búza, kukorica, az 20 kilométeres körzetből jön, és ez a felhasznált alapanyagoknak 70-80%-a. Ami problémás, hogy a borsó meg a lencse, az sajnos nagyon kevesen termelnek Magyarországon, azt egyelőre külföldről kell beszerezzük Németországból. Szeretnénk, ugye ez egy új termék, megkezdtünk tárgyalni a helyi gazdákkal, hogy különítsenek el néhány hektárt abból a pár ezerből, ami művelnek, és csinálják, termeljék ezt nekünk, és helybe szerezzük be. Ugye itt a tárolás ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy gluténmentesnek kellni, tehát ez egy komplex probléma. Én se gondolom azt, hogy nekünk több ezer kilométerről kéne beszerezni adott esetben majd lencsét meg borsót. De ez a kukorica búza esetében tök jól működik. Saját termelésben nem gondolkodtam? Az föld kell, és föld az körülött felénk minimál, nagyon kevés van, tehát az a régió Pest megyének keleti széle nagyon jó minőségű földek vannak, és az sose fogja senki eladni, és az több száz hektár kellene, tehát az régen volt, TSZ-es időkben, most már ez nem opció. Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál.